Első lépés a gyógyszerkutatás és fejlesztés. A gyógyszerkutatás és fejlesztés részben már szintén hatósági felügyelet alatt van. A kutatási rész az kevésbé, a gyógyszerfejlesztési rész az már sokkal inkább. Tehát a gyógyszer kifejlesztéséhez elvégzendő állatkísérletek már hatóság által ellenőrzött laboratóriumokban végezhetők csak el. Ugyanígy a klinikai vizsgálatok, tehát a humán gyógyszer kipróbálások csak hatósági engedély birtokában végezhetők el, de már a klinikai vizsgálatokba bevont készítmény előállítása is csak gyártóhelyen rendelkező gyártóhelyen állítható elő. És amikor minden vizsgálatot elvégeztek, ami egy gyógyszer engedélyezéshez szükséges, akkor jut el a gyógyszerjelölt abba a fázisba, hogy megkezdődhet a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás. A forgalomba hozatal engedélyezése Magyarországon intézetünk feladata, de Magyarországon forgalomba kerülhetnek olyan gyógyszerek is, amelyet nem a Magyar Gyógyszerhatóság engedélyezett, hanem az Európai Gyógyszerügynökség. Tehát két szervezet adhat ki érvényes Magyarország területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt, az OGYEI, illetőleg az Európai Gyógyszerügynökség. Amikor forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik egy gyógyszer, akkor Magyarországon ahhoz, hogy ténylegesen megkezdődhessen a forgalmazása, még egy végleges minta engedélyér is folyamodnia kell a leendő forgalmazónak, forgalomba hozatali engedély jogosultjának. Amikor megszemléljük, hogy az a gyógyszer, amit engedélyeztünk, valóban legalább külsőleg úgy nézek ki, mint ahogy az a forgalomba hozatali engedélyben szerepel. Amikor ez a végleginte engedély is rendelkezésükre áll, akkor nagy kereskedőkön keresztül el tudják juttatni a közforgalmú gyógyszertárakba, illetve a kórházi gyógyszertárakba a gyógyszert a forgalomba hozatali engedély jogosultjai. Az engedélyező hatóság. Amennyiben mi vagyunk az engedélyező hatóság, akkor mi döntünk arról, hogy vényköteles vagy vény nélküli. Amikor az Európai Gyógyszerügynökség, akkor ők döntenek arról, hogy vényköteles vagy vény nélküli. De még ezen belül is, a vényköteles kategórián belül is vannak alkategóriák, és az alkategóriába sorolás az már mindegyik gyógyszer esetében a Magyar Gyógyszerhatóság feladata. Függetlenül attól, hogy mi engedélyeztük, vagy az Európai Gyógyszerügynökség, ilyen alkategória, hogy csak intézetben használható például egy vényköteles gyógyszer, vagy csak szakorvos írhatja fel, vagy szakorvos javaslatára írhatja fel, csak mondjuk nem családorvos. Tehát különféle alkategóriák vannak, az alkategóriát mindig mi állapítjuk meg, magáról a vénykötelességről, vagy vény nélküliségről pedig az engedélyező hatóság dönt. Az intézetünk felülvizsgálja az osztályba sorolását a gyógyszereknek. Ez a felülvizsgálat és kérelemre akár módosíthatja is a korábban adott besorolást. Tehát ez forgalomba hozatali engedélyezés pillanatába kap egy státuszt, a vény nélküliség vagy vénykötelesség státuszát a gyógyszer, de ez a későbbiekben változhat a gyógyszerrel szerzett tapasztalatok birtokában például.
Tehát amikor új egy gyógyszer, akkor még viszonylag korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre, a tényleges biztonságosságáról, mellékhatás profiljáról, hiszen csak a klinikai vizsgálatokban előforduló mellékhatásokról van tudomása a hatóságnak. Amikor nagy populáción kezdik el alkalmazni, kiderülhetnek további mellékhatások, amik befolyásolhatják például az osztályba sorolását is. privátbankár.hu. Gazdaságról érthetően.